Lemondásra szólítják fel a Spanyol Labdarúgó Szövetség elnökét, Luis Rubiales-t a regionális szövetségek vezetői. A döntés erről egy 5 órás madridi találkozó után született meg. Az elnöknek sokak szerint azért kellene lemondania, mert a női világbajnokság díjátadó ünnepségén szájon csokolta az egyik spanyol játékos Jenny Hermosót. A sportvezető tette nagy felháborodást váltott ki Spanyolországban és külföldön is. A spanyol ügyészség például előzetes vizsgálatot indított arról, hogy az említett csók szexuális zaklatásnak minősül-e. Egy madridi tömegtüntetés résztvevői, valamint Yolanda Díaz munkaügyi miniszter egyértelműen agressziónak minősítik az esetet. Követeljük a sportszervezetek megújítását, hogy azok megfeleljenek korunk valóságának, tehát legyen egyenrangú, illetve nőpolitikánk, hogy soha többé ne történhessen meg az, ami Jenny Hermosóval történt. Ez egy kollektív végeüzenet, a hazánk jobb, mint amilyen kép kialakult róla a csók miatt, mondta a munkaügyi miniszter. Ez a tüntető úgy fogalmaz, azért jött el tüntetni, hogy támogassa hazája futball sikereket elért bajnokait a szexizmus elleni küzdelemben. Ami Hermosóval történt, nem elszigetelt esemény, sok sportágban és a mindennapi életben is előfordul. A támogatásunk tehát nagyon fontos, mondta ez a másik tiltakozó. A spanyol nemzeti bíróság felajánlotta Hermosónak a perindítás lehetőségét. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága szombaton ideiglenesen eltiltotta Rubiálest a sportággal kapcsolatos mindennemű hazai és nemzetközi tevékenységtől.